nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megyei tanévnyitó, közel 8000 első osztályos gyermek kezdi meg tanulmányait Baranyában. Korszerűen felszerelt mentőautót kapott Komló, ápoló és gépkocsi vezető elég a szolgálathoz. Cél az életminőség javítása, Kővári János egyeztetett a Pécsre érkező 22 milliárdos top forrásról. 30 éves a pécsi német kör, ők koordinálják majd a betelepítési évfordulós ünnepséget. A 30 éves jubileumát ünneplő Vásáros-Dombói általános iskola épületében tartották meg az idei megyei tanévnyitó ünnepséget Baranyában. Az eseményen elhangzott, hogy a napokon belül induló tanévben közel 8000 első osztályos gyermek kezdi meg tanulmányait. Az intézményekbe már megérkeztek a könyvek és tanszerek, számos fejlesztés is lezárult, így minden körülmény biztosította a jelenléti oktatás megkezdéséhez, folytatásához. A tanévkezdéshez szükséges feltételek adottak, mondta a beszédében Őri László, a Baranya megyei tanévnyitó ünnepségen. A megyei önkormányzat elnöke kiemelte, hogy megérkeztek a könyvek, tanszerek, de folyamatos az iskolák karbantartása, felújítása is. Az elmúlt 7 évben Baranya megyében fejlesztési forrásokból, illetve a magyar kormány támogatásával jóval több mint 10 milliárd forint jutott a közoktatási, köznevelési intézményeknek a felújítására, korszerűsítésére, újjaképítésére. Az összeg tartalmazza az óvoda, bölcsöde felújításokat, újjáképítését és az iskolák korszerűsítését is, és a következő időszakban is tovább fognak folytatódni ezek a fejlesztések. Az ünnepséget a most 30 éves Vásáros-Dombói általános iskolában rendezték meg. Az intézmény beiskolázási körzetébe a Hegyháti térség tartozik, ahol magas a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek száma, hívta fel a figyelmet a tankerületi igazgató. Bognár László hozzátette, hogy az iskola színesítve képzési kínálatát, zeneoktatást indított, mely 1995-től szakmailag önálló zeneművészeti tagozatként, alapfokú művészeti iskolaként működik. Az intézmény az elmúlt évtizedekben kiemelkedő munkát végzett többek között a térség gyermekeinek a hátránykompenzációja és a művészeti nevelés területén. Az iskola vezetése és pedagógusai mindvégig nyitottak voltak és maradtak a szakmai innovációkra, folyamatosan törekedtek a megújulásra, megtartva egyben a családias légkört, gyermekközpontú hozzáállást. A tankerületi igazgató beszédében emlékeztette a közönséget arra is, hogy Schumann Norbert 20 évig vezette az iskolát, akit most címzetes igazgatói kitüntetésben részesített. Az eseményen elhangzott, hogy ebben az évben rendkívül sok infrastruktúrális fejlesztés fejeződik be. Nyugat-Baranyában összességében 3,2 milliárd forintot tudtunk elkölteni az iskoláink felújítására, megújítására, kibővítésére, felszerelésére, és ezt az uniós, illetve a magyar kormány által biztosított forrást fejelte még meg a Magyar Falu Program, úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk, hiszen az elmúlt napokban több mint 10 olyan oktatási intézményben fogunk járni, ahol ezek a projektek most fejeződnek be, és ezen kívül még vannak olyanok, ahol a munkálatok folynak. Baranya megyében közel 8000 első osztályos kezdi meg tanulmányait néhány napon belül. Velük több mint 7000 pedagógus és oktatási munkatárs fog foglalkozni, mintegy 220 köznevelési és közoktatási intézményben. Eddig csaknem 48.012 év feletti általános iskolás és középiskolás gyereket, fiatalt regisztráltak előzetesen a szülők a tanévkezdésre szervezett iskolai oltásokra, közölte a koronavírus.gov.hu pénteken. A kormányzati portálon azt írták, az iskolákban a koronavírus elleni oltásokat augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án adják be az iskolaorvosok és házi orvosok bevonásával. Az oltás Pfizer vakcinával történik majd. A tájékoztatás szerint a 12 év feletti korosztály számára is folyamatosan nyitott az internetes regisztráció és időpontfoglalás lehetősége is, amelyen keresztül eddig 205 ezer diákot regisztráltak oltásra, és 171 ezeren már fel is vették azt. Az oltásra a 18 év alatti diáknak magával kell majd vinnie a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18 évet betöltött diáknak a jelentkezési lapot. Ezeket a szülők e-mailben megkapták. Az első oltás után 3 héttel adják be a második oltásokat, ugyanabban az iskolában, ahol az első oltást.
Kásler Miklós minisztériuma szerint nem lesz kötelező az iskolákban a maszkviselés. A tanév közelettével a higiéniás és alapvető egészségvédelmi szabályok fokozott betartására kérte az iskolákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma csütörtökön. Ahogy a mindennapokban, úgy az óvodákban és iskolákban sem kötelező a maszk, és már nem kötelező a testhőmérsékletmérés sem. Fontos azonban, hogy a szülők ne vigyenek közösségbe olyan gyermeket, aki koronavírusos tüneteket mutat, és a köznevelési intézmények fordítsanak fokozott figyelmet az alapvető egészségvédelmi szabályokra, hangsúlyozták. Az iskolai hiányzásokra a normál szabályok vonatkoznak, így az intézményvezető joga eldönteni, mely esetben tekinti igazoltnak a diák távolmaradását, írták. Új mentőautót kapott Komló. A modern eszközökkel felszerelt autó egy szakképzett ápolóval és egy mentőgépkocsi vezetővel teljesíthet szolgálatot. Ez a gépkocsi az egészségügyi fejlesztések részét képezi. A korszerű technikával felszerelt mentőautó a közlekedésben is biztonságot nyújt. A Komlón átadott korszerű műszerekkel felszerelt mentőautó az állam támogatásával megérkezett. A járvány időszakában az egészségügy infrastruktúrális fejlesztése is feladata a kormánynak, mondta Hoppál Péter Pécs és Komló országgyűlési képviselője. Ezzel az átlag életkora a komlói mentőflottának 3 évre csökkent le. Azt gondolom, hogy mindenki nagyon örülne, hogyha ilyen fiatal autókba tudna beülni, így a mindennapi életmentés a járvány időszakában, most a hullám völgyében vagyunk, de újabb hullám érkezik, megnyugtató, a kormány támogatja a komlóiakat is, és az életmentés az első helyen van most a járvány időszakában. A vadonatúj 0 kilométeres mentőautó a legidősebb kocsit váltotta le a komlói mentőállomáson. Új, modern eszközökkel, gépekkel van felszerelve. Többek között újraélesztésre, csonttörésre, magasabb szintű elsősegélynyújtásra alkalmas felszerelések állnak benne rendelkezésre. A korszerűen felszerelt autó mentőápolóval és mentőgépkocsi vezetővel teljesíthet szolgálatot, mondta dr. Buda Péter, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója. Van egy olyan monitor, amivel EKG-t lehet készíteni, egy olyan transztelefonikus EKG készülék, amivel melkasi panasz esetén az ápoló tud EKG-t készíteni, és azt elküldeni azonnal a sürgősségi osztályra Pécsre, ahol egy számítógépen megjelenik az EKG kép, és ott tudják elemezni, tudnak visszaszólni az autónak, hogy ennek a betegnek szívinfarktusa van a kép alapján, vagy nincs. Tehát erre is képes. Az ilyen mentőautó több 10 millió forintos értéket képvisel. A berendezések fejlesztéséhez alapítványi támogatást is felhasználnak. A korszerű technikával felszerelt mentőautó a közlekedésben is biztonságot nyújt. 189 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811.706 főre nőtt a beazonosított koronavírus fertőzöttek száma. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30.057 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 775.286 fő, olvasható a koronavírus.gov.hu-n. 82 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen. Baranya megyében csütörtökön 2 új fertőzöttet azonosítottak, így eddig 28.682 koronavírusos beteget regisztráltak megyénkben. A Mohácsi csata 500 projekt részeként háború, tájformálás, hasznosítás címmel rendezte konferenciát Pécsett az MTA Pécsi Területi Bizottságának székházában. Jelenleg több kutatócsoport is igyekszik meghatározni a csata földrajzi helyét, különböző kutatási módszereket alkalmazva, különböző megközelítéseket követve, azzal a céllal, hogy az 500. évfordulóra letisztult képet kaphassanak a szakemberek. A délelőtti plenáris előadások után délután 3 szekcióban folytatódott a szakmai munka. Hargitay János országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, több baranyai intézményvezetővel és kutatóval közösen egy kiáltványt írt alá tavaly. A Mohácsi csata 500. évfordulója egyszerre lehet a kegyelet, a nemzeti hősiesség és a közép-európai összefogás emlékéve, idézett ebből a kiáltványból a politikus azon a konferencián, amit a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában tartottak pénteken. Minden ilyen tudományos rendezvénynek is
mint a mai, és az a célja, hogy a Mohács képet alakítsa. És persze mi politikusok beruházásokat, felújításokat is szeretnénk ott a térségben. A kettő egyszerre fontos, a felvezető évek eredményeit tervezzük most meg, és azt remélem, hogy az az emlékév, amit majd 2026-ban megélünk, az olyan emelkedett lesz, hogy a kiáltványban megfogalmazott célokat vissza is fogja tükrözni. A háború tájformálás hasznosítás elnevezésű konferencián elhangzott, a csata megérdemli, hogy az 500. évfordulón és az azt megelőző években beruházások, valamint tudományos és művészeti programok sokasága foglalkozzon az eseménnyel. A konferencia nyitó előadását Fodor Pál tudományos tanácsadó tartotta. Egy bizonyos szimbolikus jelentősége van neki, hogy azok, akik sokat dolgoztunk azon, hogy a téma a középpontba kerüljön az elmúlt években, most együtt vagyunk és együtt gondolkodunk arról, hogy ha megfelelő támogatás sikerül hozzászerezni, akkor milyen irányba induljunk el. Több kutatócsoport is igyekszik meghatározni a csata földrajzi helyét, különböző kutatási módszereket alkalmazva, különböző megközelítéseket követve azzal a céllal, hogy az 500. évfordulóra letisztult képet kaphassanak a szakemberek. A leletanyag segíthet a sorsdöntő összecsapás helyszínének meghatározásában. Ezek a viták arra utalnak, a sok bűnbak keresés, a hibáztatás, összesküvés elméletek, hogy ez a csata nincsen elgyászolva. Ez a nemzeti tragédia nincsen elgyászolva megfelelő módon. Úgyhogy a mély megismerés és ennek az eseménynek a kibeszélése úgy gondolom ebben segíthet. Pap Norbert hozzátette, a kutatások emlékpontokat is felderítettek, melyeket összekapcsolva egyfajta nemzeti zarándokút jöhet létre a területen. Közösségi helyiségek korszerűsítése, bővítése, újak építése, turisztikai beruházások végrehajtása. Többek között ilyen projekteket szeretnének megvalósítani abból a TOP pályázatból, melynek keretében 22 milliárd forintból gazdálkodhat Pécs városa, mondta el stábunknak Kővári János, aki Ruzsa Csaba alpolgármesterrel egyeztetett a lehetőségekről. A megyei fejlesztési biztos kiemelte, hogy nem csak a belvárosban, hanem Kertvárosban, Uránvárosban és a keleti város részben is szeretnének minél több fejlesztést megvalósítani, melyek a lakosság életminőségét javítják. Megtaláltuk a közös nevezőt, így értékelte Kővári János azt a találkozót, melyen Ruzsa Csaba alpolgármesterrel tárgyalt a Pécsre érkező 22 milliárd forintos TOP pályázat lehetőségeiről. A megyei fejlesztési biztos kiemelte, hogy döntően városüzemeltetési feladatokról és életminőséget javító projektekről van most szó. Nagy sikernek könyvelte el, hogy az eredetileg 8 milliárdról indult fejlesztési keret majdnem megháromszorozódott. Úgy fogalmazott, egyeznek a céljaink a városvezetéssel, azaz nem csak a belvárost érintő fejlesztéseket kell szem előtt tartani. Az eddigi elképzelések azok leginkább a belvárosról és a Mecsek oldalról szóltak, turisztikai programok. Ezzel szemben úgy gondolom, és ez is lenne a fenntartható megoldást, hogyha mind Kertvárosban, Uránvárosban és a keleti város részben is lennének olyan fejlesztések, amik az ott élők életminőségét javítják, hogy ők is érezhessék, hogy a város polgárai. Ebben a területi elvben azt hiszem, hogy dőlőre jutottunk, és remélem, hogy a projektek is így készülnek. Ezek közé tartozik a közterületi közösségi helyiségek korszerűsítése, bővítése, újak építése, a Mecsek oldal tekintetében pedig turisztikai beruházások végrehajtása, főleg a Vidán Park és a Mandulás területén. Kővári János hozzátette, hogy emellett még több mint 100 projekt megvalósítását tervezik, melyek más operatív programok segítségével hajthatók végre. A közeljövőben felgyorsulnak a pályázati lehetőségek, ezért az előkészítő munkát is gyorsítani kell, fogalmazott a megyei fejlesztési biztos. Mint arról korábban beszámoltunk, frontálisan ütközött kedden este két személyautó az 57-es főúton, majd az egyik jármű az árokba csapódott. A tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították a sérülteket, akik közül ketten az autók vezetői a helyszínen elhunytak. A harmadik személyt súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították mentőhelikopterrel Pécsre. Az orvosok azonban sajnos hiába küzdöttek az életéért, nem sikerült megmenteni, a kórházban elhunyt. 30 éves jubileumot ünnepel idén a magyarországi németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre. Az ő kezdeményezésükre alapították a Koch Valéria Iskola Központot, a Baranyai Németség fontos intézményét. Az ünnepségre a partnerszervezeteket és a megye tánccsoportjait, zenekarait és kórusait is meghívták.
A pécsi németkör fontos feladatokat vállalt 30 évvel ezelőtt. A németség történetét kutatták, fórumokat, konferenciákat szerveztek, könyveket adtak ki és kulturális programokat valósítottak meg. Egyik legfontosabb céljuk az volt, hogy Pécsnek legyen német nemzetiségi iskolája. Ez meg is valósult, hiszen 1991-ben az akkori Tiborcz utcai általános iskolában a magyarországi németek részére nemzetiségi iskolát alapítottak, melynek Koch Valéria iskola központ a neve. Az elmúlt 3 évtizedre emlékeztek pénteken. A pécsi szervezetek voltak az elsők, ugye, akik mellénk álltak, a civil közösségek háza, az erdélyi kör, a nemzetiségi önkormányzatokkal is nagyon sok közös programunk volt, aztán kiléptünk ugye a megyébe, a megyei német önkormányzatok, ott is több egyesülettel léptünk kapcsolatba, majd a Málenki robot kutatása során a határon túliakkal teremtődött a mai napig is nem csak kapcsolat, hanem barátság, és együtt jártuk a volt szovjet lágereket, hogy földerítsük, hogy mi is történt valójában. A német kör a magyarországi németek történetének olyan tragikus fejezeteit kutatta és dolgozta fel, melyekkel előttük nem foglalkozott senki sem ennyire részletesen. Ez a munka az egész németség számára fontos tényeket tárt fel. Nagyon nagy hozzáértéssel és nagyon nagy lelkesedéssel kutattak, és azt gondolom, hogy olyan tényeket tártak a nyilvánosság elé, amelyek egész egyszerűen ennek a kisebbségnek a kollektív identitása és a kollektív emlékezete szempontjából rendkívül fontosak. Ezért gondolom én, hogy nagyon-nagyon fontos tevékenységet végzett az eddigiek során ez az egyesület. A jubileumi rendezvényen Hoppál Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte a német kör identitás megőrző és intézményfejlesztő tevékenységét. Hargitai János országgyűlési képviselő, miniszteri biztos pedig egy fontos évfordulóra hívta fel a figyelmet. 1723-ban kezdődött a németek betelepítése. A 300 éves évforduló és a felvezető 2 év programsorozatának megszervezésére és koordinálására a magyarországi németek pécs-baranyai nemzetiségi körét kérte fel a politikus. A régió híreivel folytatjuk. Átadták Habsburg Frigyes főherceg felújított egykori milleniumi pavilonját Pörbölyön. Az épület a vadászati világkiállítás egyik kiemelt vidéki helyszíne lesz. A pavilonban ezentúl kiállítás várja az érdeklődőket. A tárlat a gemenci gímszarvas életciklusát mutatja be interaktív módon. Átadták Habsburg Frigyes főherceg felújított egykori vadász pavilonját. A vörös fenyőből készült épületet 1894-ben gyártották. Először a lengyelországi Lembergben állították ki, 2 évvel később Budapestre szállították. Szekszárdra 1897-ben került, miután a helyi kaszinó egyesület megvásárolta Frigyes főhercegtől. Az elmúlt évtizedekben volt sörpavilon, kiállítótér, kórház és vegyszerraktár is. Néhány éve viszont már teljesen elhagyatottan állt a Tolnai megye székely melletti Bárányfokon. A 20. század végére az állaga is sokat romlott, az épület falait adó faszerkezet több helyen elkorhadt. A pavilont 2018-ban vásárolta meg a Gement ZRT, előbb szétszerelték, majd Pörbölyre szállították, hogy ott teljesen felújítsák. Az épület a szeptember 25-én kezdődő vadászati világkiállítás egyik kiemelt vidéki helyszíne lesz. 68%-a ennek az épületnek még az eredeti fa anyagot, illetve az eredeti kezek munkáját képviseli, és Galíciától Gemencig az elmúlt évtizedekben, sőt évszázadban számos megpróbáltatáson ment keresztül ez az épület, hogy végre elnyerje a méltó helyét és funkcióját, vagy visszanyerje eredeti funkcióját. A pavilonban legenda és valóság a gemenci gímszarvas címmel interaktív kiállító teret alakítottak ki. Az érdeklődők a szarvasok egy évét követhetik végig, érdekes információkhoz jutva. Az átadón Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes az értékmentés, az értékmegőrzés és az értékfelmutatás fontosságát emelte ki. A vadászati világkiállítás a szellemi és az anyagi alapját adja meg annak, hogy ezeket az értékeket megmentsük. És az a gyönyörű ebben a vadászkastélyban, Frigyes főhercegnek a 100 évvel ezelőtti, az akkori kiállításon bemutatott vadászkastélyában, hogy egyszerre fejezi ki a vadászat lényegét, egyfelől a vadgazdálkodás, másfelől a vadászati kultúra.
Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadó után azt mondta, a pörbölyi ökoturisztikai központot már most is nagyjából 100 000 turista keresi fel évente, a pavilonnak köszönhetően pedig ez a szám még tovább nőhet. Egy újabb lehetőség a teljességünkben mind a turizmus számára és az itt lévő embereknek az identitásának az egész erősítésére. Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy a felújított pavilon és a benne kialakított tárlat kiválóan mutatja az ember és a természet közötti összhangot. A különböző kiállítások, a rendezvények mind-mind a társadalom figyelmét hívja föl arra, hogy ember és természet között az összhangot, a harmóniát hogy lehet megteremteni, hogy mennyire kell együttműködjenek a vadászok, az erdészek, a gazdászok ahhoz, hogy ott egyensúly alakuljon ki abba az élettérbe. Az átadón az 52. eukarisztikus kongresszus emlékére állított fa keresztet is megáldották. Tovább folytatódik a Szekszárd megyei jogúváros és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása című projekt, melyen eddig már több mint 400 embert segített sikeresen munkahelyhez a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. A program folytatódik, akár 328 500 forint támogatást is kaphat a cég a hátrányos helyzetű foglalkoztatottjai után 4 hónapon keresztül. Újabb támogatási lehetőséget nyújt a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. Hangzott el az augusztus 26-án tartott sajtótájékoztatón. Azon szekszárdi járásban működő cégek figyelmét hívja fel a hivatal, amik az elkövetkezendő időben létszámbővítést terveznek. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül újabb 86 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésükre a projekt sikeres lebonyolításához és a munkanélküliség felszámolásához. Jelenleg 100%-os bérköltség támogatást tudunk adni 4 hónapon keresztül, havonta akár 328 500 forintos összeget is jelenthet, ez a bér plusz a szociális hozzájárulási adó megfizetését is jelenti a mi részünkről. A foglalkoztatási főosztály vezetője úgy nyilatkozott, ez most a legkedvezőbb támogatás, amit igénybe vehetnek a munkáltatók. A 4 hónapig tartó támogatottság után még 2 hónapig köteles foglalkoztatni a munkavállalót a cég. Nagyon fontos tudniuk azt, hogy szekszárdi járásban élő álláskeresőt kell keresni, szekszárdi járásban székhellyel vagy telephellyel rendelkező cég jelentkezhet, és minél gyorsabban keressék a foglalkoztatási osztályt. Az elmúlt 5 évben sikeresen zajlott a program Tolna megye szerte, az előírást jóval 100% fölött teljesítette a hivatal. 392 előírt helyett 402 hátrányos helyzetű vagy tartósan munkanélkülit sikerült elhelyezniük. Egyik volt közülük Csóti Henrietta, aki 12 év után került vissza a munkavilágába. Ő 3 éve helyezkedett el, azóta a foglalkoztatója előléptette, így már szinte megkerülhetetlen embere a cégnek. Jelenleg irodavezetőként tevékenykedem, ami azt jelenti, hogy a humán feladatokkal kapcsolatos dolgokat ellátom, a munkaszervezést, az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételt, főleg levelező rendszerbe tudunk ugye kapcsolatot felvenni, így elsőleg a megkereséseknél az ajánlat beérkezéstől kezdve egészen a kivitelezési munka végéig, rajtam keresztül fut minden. A támogatást a keret kimerüléséig lehet igénybe venni. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Megyei tanévnyitó, közel 8000 első osztályos gyermek kezdi meg tanulmányait Baranyában. Korszerűen felszerelt mentőautót kapott Komló, ápoló és gépkocsi vezető elég a szolgálathoz. Cél az életminőség javítása, Kővári János egyeztetett a Pécsre érkező 22 milliárdos TOP forrásról. 30 éves a pécsi német kör, ők koordinálják majd a betelepítési évfordulós ünnepséget. Szombaton több helyen képződhetnek pára, ködfoltok, napközben északnyugaton helyenként zápor, zivatar alakulhat ki, máshol felhős, délen, délkeleten esős időre van kilátás, a Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. Vasárnap napos, gomoly felhős idő ígérkezik, keleten lehet felhősebb az ég. Elszórt záporokra, zivatarokra is készülni kell, a Dunántúlon és északon élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet hétvégén 17 és 24 fok között alakul.
Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, a holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!